Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. október 13-án, kedden, a pontos idő 19 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Polgárőrség munkája. Gyorsforgalmi utak építése térségünkben. Kitüntetések átadása. Kézilabda mérkőzés. A helyi polgárőrök a 2020-as évben a járvány ellenére is rengeteget dolgoztak a mezőtúr közbiztonságáért. Köteli János, a mezőtúri polgárőrség elnöke elmondta, a vírus ellenére ugyanúgy járták a várost, a körzeteket, kiemelten ügyeltek a játszóterekre, és a kellett a rendőrség munkáját is segítették. A járványügyi helyzet miatt ugyan nagy rendezvények nincsenek mezőtúron, azonban a polgárőröknek így is megvan a feladata. Mit tudhatunk az elmúlt időszak intézkedéseiről, munkafolyamatairól? Nálunk ugyanúgy a munka folyik tovább, hogy a járványhelyzet sajnos évele óta fent áll. Nekünk ugyanúgy a alaptevékenységünk, mezőtúr közbiztonságának fenntartása az ugyanúgy megmaradt. Ugyanúgy a folyamatos járőrözés utcákon, tereken, kiemelten játszótereken ugyanúgy csináljuk folyamatosan. Ugyanúgy a járványügyi helyzet úgy kívánja, akkor időskorokon segítünk kell, bevásárolunk. Bármilyen problémájuk van, nyugodtan fordulhatnak hozzánk, és ugyanúgy segítünk mindenki. Attól függetlenül még nyáron, hogy kicsit lazult a helyzet, akkor a szórakozóhelyek beindultak, akkor ugyanúgy visszaállt a szórakozóhelyek ellenőrzése szigorúan, még mezőtúr belterületén, ha kérte a kapitányság, akkor ugyanúgy telephelyeket ellenőriztünk. Óvodában voltunk, kijárunk rendszeresen, iskolákhoz járunk, a zepráknál, ahogy időnk engedi, kinnálunk. Azért mondom, feladatunk az van, bőven nem unatkozunk, és azt mondom, hogy eléggé le is terhelt az állomány, úgy, ahogy mondott pontosan, hogy nagyobb rendezvények sajnos elmaradtak. Egyik szemem sír, a másik neve, sajnálom is, de amúgy még megmondom őszintén, idei év ez nekünk nagyon-nagyon sok órákat töltöttünk el a közterületen, attól függetlenül, hogy rendezvények elmaradtak. Ugyanúgy nyáron nálunk voltak gyakorlaton a rendészakközepesek, és a teleki iskolából is jöttek hozzánk, és megmutattuk a polgárőrség rejtelmeit. És hála Istennek nagyon pozitívan fogadták, és nagyon szerették, és ők kérhették, hogy Jani bácsi, akkor jövőt is jöttünk. Persze, és örültem is, hogy megszerették, és úgy néz ki ennek a hozománya, vagy nagy örömmel tapasztalom, hogyha úgy néz ki 2-3 ifjú hölgy belép ifjú polgárőrnek, mert én 2017-ben vettem át a polgárőrséget, és akkor volt el... Határoztunk egy célt, hogy a fiatalítás minél hamarabb a fiatalokkal megismertetni a polgárőrség munkáját, és ugyanúgy kievelni a jövő generációját, a polgárőrséget tovább tudják vinni. És azt kiemelem, azt tudni kell, mert mindig vannak olyan tévhitek a városból, hogy visszajutnak hozzám, hogy mi ezt milyen jó fizetésért csináljuk, azt most szeretném kihangsúlyozni, mi ezért pénzt nem kapunk. Ezt a munkát mind szabadidőben, teljesen ingyen és bérmentve csináljuk. Nem is fogadhatunk el semmiféle pénzt, persze adományokat kapunk a városban lakóktól, azt el tudjuk fogadni, és meg is köszönjük a támogatást. Persze stabil a anyagi hátterünk, köszönhető ez mind a OPS támogatásnak, és külön köszönhet a mezőtúri önkormányzatnak, hogy kiemelten támogatják a polgárőrséget, a megyébe is kiemelkedő, azt elmerem mondani, a polgárőrség támogatottsága, és nagyon szépen köszönjük mind a polgármester úrnak, mind a képviselőtestületnek, hogy támogatnak minket, és mi a munkánk ugyanúgy csináljuk tovább. Én azt mondom, hogy 100-120%-on pörgünk, mert sajnos mi is létszámhiánnyal küszködünk. Van az a 10-12-15 ember, 10 fő, aki a kemény mag, aki folyamatosan kim van az utcán, és tényleg elhivatottan nap 24 órájában mindig figyelünk, bármi olyan van, a rendőrségnek azonnal szólunk, aki a fő stratégiai partnerünk, és tényleg meg is köszönöm a rendőrség munkáját is, hogyha szólunk, akkor 5-10 percen belül ott vannak a kollégák. Ha ők szólnak, persze mi is azonnal tudunk, segítünk, ez ilyen kölcsönös. Volt már rá példa, hogy balesetnél helyszíneltünk, az is, hogy mi ott is szoktunk segíteni. Átjárunk különböző településekre, mivel járási koordinátor is vagyok, rendezvényekre. Ott nagyon a szeretettel fogadtak minket, és már jelezték, hogy vissza is várnak minket, hála Istennek. Nagyon pozitív volt a
a munkáknak a hozománya. Azért mondom, hogy hozzánk be lehet lépni, van egy Facebook oldalunk, ott lehet jelentkezni, vagy nálam személyesen is lehet jelentkezni. Van egy elbeszélgetés, ha úgy gondolja még továbbra is, hogy be akar lépni, aki be akar lépni, akkor kitöltünk egy jelentkezési lapot, van egy-két próbaszolgálat, és akkor a okmányodába bemennek, ott megcsináltatjuk az igazolvány, ha az, ami kell, fénykép, utána még egy adatlap kitöltés, ez külön procedúra, ha ifjú polgárőről beszélünk, mert ott még előtte a szülőkkel nekem meg is kell beszélni, leegyeztetni, hogy ők engedélyezik-e, mert nálam az nagy kritérium, hogy lehet valaki polgárőr, főleg ifjú polgárőr, de ne a tanulmányi eredménynek a rovására menjen, ezt nagyon, nagyon szigorúan veszem. És ott külön procedúra, hogy a szülőkkel beszélni kell, utána a szülőknek kell aláírni a papírokat is. Azért mondom, várunk jelentkezőket, létszám hiánya küszködünk, mert hála Istennek még mindenkinek van munkahelye, és ezt mind munka mellett csináljuk, és azt mondom, nagyon fárasztó. Én utóbbi 10 hétvégéből 7 hétvégét voltam bent, azért mondom, fárasztó, de hála Istennek kimerem jelenteni most Mezőtúrnak a közbiztonsága szilárd lábakon áll. Kisebb apró ügyek persze vannak, meg balesetek is vannak. Én ezt külön pozitívan tapasztalom, hogy hála Istennek itt több itt a sofőr fognak a rendőr kollégák, mi közben működésünkkel is, hála Istennek. És azért mondom, hogy látszik, hogy elég sok szálon fut a polgárőr munkája. Azért mondom, hogy nem is fogunk unatkozni szerintem. Most év végéig, most van ezek is, 11 óráig lesz szórakozóhely nyitva. Annyiból könnyebben helyzetünk, hogy nem muszáj most reggelig lenni, mert nálunk általában péntek, szombat, éjszaka van a fő alapszolgálat, és este 8 órától általában reggel 3-4-5 óráig, de a szombat éjszaka ez mindig reggel 6 óráig tart. Ezt akkor szoktuk általában abba hagyni. Ha van úgy van, akkor két váltásban, de általában ez egy 4-5 fős csoport szokta végigvinni a szombat éjszakát, hogy egy elég kemény mag van, aki tényleg oda teszi magát, és akkor így fent tudjuk tartani a rendőr kollégákkal közösen a Mezőtúr közbiztonságát. Jó ütemben halad a Törökszent Miklóst Budapesttel összekötő 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése, nyilatkozott Boldog István a térség országgyűlési képviselője, aki azt is elmondta, nem ez az egyetlen út, amely kialakításra kerül majd a közeljövőben. Gyakorlatilag azon a ponton vagyunk, ahol ide hozzám az én körzetembe belép ez az út, hiszen ahogy átjön a forgalom, rögtön ideért Tisza püspöki határába, és innen pár kilométerre később Törökszent Miklós határában lesz vége ennek a szakasznak az építésének. Hogy mi a jelentősége? Hát aki jár ma Budapestre, és Abonytól a 2x2-sávos úton jár, az láthatja, hogy mi a jelentősége. Óriási dolog. Sokkal biztonságosabban közlekedhetünk, és hát természetesen, ha betartjuk a szabályokat, akkor is sokkal hamarabb fölérünk Budapestre, hiszen nem 90 km/h, hanem 110 km/h tudunk közlekedni. Ez egy óriási dolog. Ezen kívül nyilvánvaló azt reméljük itt a térségben, hogy 2022 év elején, amikor majd ezt az utat átadjuk, akkor ez egy olyan gazdasági lendületet fog hozni a térségnek, amellyel föl tudunk zárkózni a nálunk gazdaságilag gazdagabb, jobb térségek felé, hiszen miután 22-ben itt véget ér az építkezés, lesz legalább 2-3 év előnye Törökszent Miklósnak, a térségének a többiekkel szemben, hogy befektetőket, beruházókat hozzon ide. Mert a következő szakasz Püspökladány Biharkeresztes felé majd csak 22-ben fog elindulni, tehát lesz egy időpont, egy nagy idővallum, 2-3 év, amikor egy bizonyos előnyeket fogunk élvezni, mint ahogy ez most megvan Ceglédnek és Abonynak, Szolnokkal szemben tegyük föl, de hát reméljük, hogy ezt 2022-re leküzdjük. Én fantasztikusan örülök neki, hiszen nem csak nap mint nap tapasztalom Budapesten menve, hogy milyen előnyei vannak ennek az útnak, hanem látom azt, hogy hogyan várják a térség lakosai, hogyan várják azok az emberek, azok a vezetők, akik a környékén laknak ennek az útnak. És nagyon büszke vagyok arra, hogy az én képviselőségem alatt ez nem az egyetlen gyorsforgalmi út, ami el fog készülni a térségben, mert ez itt az én térségem északi részén van az M4-es gyorsforgalmi út, de ne feledkezzünk meg róla, hogy hamarosan egy másik Tiszahidat is elkezdenek a helyére tenni, ez meg az M44-esen van, Tiszakürt környékén, ami azért jelentős, mert az meg az én választási térségemnek a déli részét köti össze. Én bizakodó vagyok, hogy bár most rossz idő van, és a sárban kellett kijöjjünk, de ennek ellenére a beruházás úgy, ahogy eddig is jó ütemben tud haladni, és ahogy a
tervekben van, 2022 év elején ezt az utat átadjuk a forgalomnak, átadjuk a lakosságnak és a befektetőknek, és bekövetkezhet az, amire mindenki vár, egy biztonságos, kétszer-kétsávos úton közlekedhetünk Törökszent Miklóstól Budapestig. Október 26-án az ünnepség keretein belül fogja átadni Mezőtúrváros önkormányzata azokat a kitüntetéseket, amelyeket a 2020-as évben ítélt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó díjazottaknak. A részletekről Szűcs Dániel alpolgármester tájékoztatja a lakosságot. Szintén zárt testületi ülésen tárgyaltunk a helyi kitüntetések adományozásáról, amelyet az október 23-ai ünnepségen fogunk majd átadni, hiszen a polgármester úr fog átadni. Mezőtúrváros díszpolgára címet egy fő részére javasolt, illetve fogadott el végül a mezőtúri képviselőtestület. Mezőtúrvárosért pro urbe díjra szintén egy fő került elfogadásra, Mezőtúrváros szolgáltáért díjat egy fő fog kapni az október 23-ai ünnepségem. Mezőtúrváros sportjáért, Mezőtúr kultúrájáért, Mezőtúrváros jó tanulója, jó sportolója és az év mezőtúri sportolója díjra szintén egy-egy fő kerül majd kitüntetésre október 23-án, valamint az év mezőtúri vállalkozója díjat kis és közép nagyvállalkozások számára, valamint mikrovállalkozások számára is egy-egy vállalat, illetve vállalkozás számára lett odaítélve. Ezeket még egyszer mondom, október 23-án fogja átadni polgármester úr. Bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi a későbbiek folyamán is. A mezőtúri AFC Szingenta férfi ifi csapata október 10-én hazai pályán fogadta a Köröstarcsai KSK együttesét a férfi ifjúsági harmadosztály H-csoportjában. A mérkőzést Nagy Flénnyel mezőtúr nyerte, akik a jobb gól különbségeknek köszönhetően jelenleg a tabella élén állnak. A mezőtúri AFC Szingenta ifi férfi kézilabda csapata október 10-én hazai pályán fogadta a Köröstarcsai KSK együttesét a férfi ifjúsági harmadosztály H csoportjában. A szezont nagyon jól kezdte a mezőtúri gárda, hiszen a mérkőzés előtti mérlegük 3 győzelem volt, míg a vendégeknek 3 vereség. Joggal remélhette mindenki, hogy a mezőtúri fiatalok meg fogják nyerni a találkozót. A vendégek első támadása egy labdavesztést követően félbeszakadt, minek köszönhetően a mezőtúriak egy gyors kontratámadást követően meg is tudták szerezni a vezetést. Az ellenfélnek ezt követően még sikerült kiegyenlítenie, azonban az első játékrészben egyértelműen a mezőtúri AFC Szingenta ifi csapata dominált. Az erős védekezésnek és a gyors kontráknak is köszönhetően uralta a mérkőzést a hazai csapat, akik így egy igen masszív előnnyel mehettek szünetre. Fél idő eredménye mezőtúri AFC Szingenta 24, Köröstarcsai KSK 11. A második játékrész sem a vendégek sikeréről szólt, a Köröstarcsai támadások rendre elhaltak a mezőtúri védelemnek köszönhetően, és nem igazán tudták megszorongatni a hazaiakat. A mezőtúriak továbbra is nagyon intenzív játékkal igyekeztek az ellenfél fölé kerekedni. A mérkőzés képe alapján senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy melyik csapat érdemelte meg jobban a győzelmet. A vendégeknek nem sikerült végrehajtaniuk a bravúrt, a második félidőben sem, sőt, hátrányukat tovább növelték. A mérkőzés végeredménye Mezőtúri AFC Szingenta 49, Köröstarcsai KSK 20. Ezzel a nagy arányú győzelemmel a mezőtúriak ismét fontos 2 pontot tudtak begyűjteni, minek köszönhetően jelenleg a tabella élén állnak. Igaz, 4 győzelemmel holt versenyben vannak a szintén 4 győztes meccset magáénak tudó Tigrisek Csongrádi KSE csapatával, azonban a jobb gólkülönbségnek köszönhetően a mezőtúriakat sorolják előbbre. A szezon következő mérkőzését idegenben a Kunszentmártoni KSK ellen játsza majd a mezőtúri csapat október 17-én.
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túl Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!